Hogy mondjam? Otthon szervezési tanácsadó vagyok. Köszönöm. És a kívül belül boldogság alapítója. Ezt, hogyha beleírod, akkor tök jó. Belemondod. Kiírjuk ide nagyon szépen. Így van. Sziasztok! Ez a rész egy kicsikét más, mint a többi, ugyanis itt vagyok az irodába, pedig nyár van, de azért vagyok itt, mert tök sok utazásom van, és nem tartom teljesen rendben az irodát, ami azt jelenti, hogy hát elég nagy kavalkád van itt, amit kéne rendezni, viszont valamiért erre mondhatnám, hogy lusta vagyok, de igazából nincs meg a megfelelő tudásom ahhoz, hogy ezt megcsináljam, ezért nagyon jó, hogy itt van Cserta Szandra velünk, aki a kívülbelül boldogság vlognak a alapító házigazdája, és még mi vagy? Otthon szervezési tanácsadó, sziasztok! És Szandra fog nekem segíteni abba, hogy ezt rendezzük, és utána beszélgetünk még pár praktikáról, amit külön meg fog osztani, és akkor most nagyon kívülbelül boldogok. Mit javasolsz te erre? Sziasztok! Alapvetően ugye, amikor konzultáció van, akkor megnézem a terepet, és kérdezgetek az ügyféltől. Most például Petitől kérdezem meg, hogy az első dolog, amit így meglátok az asztalán, hogy ez mi, és mióta van itt? Mondanám, hogy egy körömre szelő, de amúgy nem az. Ez még az előző kamerám, amúgy erről van egy nagyon jó vlog, hogy miért azt választottam angolul. Kellett egy vaku papucs, de már ezt a kamerát jó pár hónapja nem használom, és ezt szerintem csak így ott van. Igen, tehát hogy vannak olyan dolgok az íróasztalunkon, amiket hetek vagy hónapok óta nem használtunk, akkor nagy valószínűséggel nem az asztalunkon kell tárolni. Tehát ez a munkaterület, ennek üresnek kéne lenni, hiszen a munkád során nincsen erre szükséged. Itt van például a kulcsod. A kulcsodat alapvetően... Azt sem használtam már hónapok óta. Nem, de hogy ezt például nem az asztalra kéne csak ledobni, mert csak elkalódik és folyamatosan keresni fogod. Tehát ennek nem az asztalon kell, hogy legyen a helye, hanem kell találni egy landing zone-t, mondjuk úgy, ahova berakod. Lehet, hogy az egy kis kampó, vagy lehet, hogy például a bejárat közelébe, vagy igazából bárhova egy kis tárolóhelység, amiből belerakod, de mindig oda teszed be. Itt van egy számla, amit valószínű, vagy be kellett volna fotóznod, vagy el kellett volna raknod, le kellett volna fűznöd. És itt vannak egyéb olyan dolgok, például itt van egy csomó névjegykártya. Ezeket például már digitalizáltad? Igen. Erről beszélgettünk, azért vannak itt, és csak nagyon kevés névjegykártya, mert profin amúgy ott tartom a névjegykártyákat. Ezek azért vannak, hogy emlékeztessenek, amit amúgy digitálisan is emlékeztetem magamat, hogy mikor kellők felkozni, de amíg itt vannak, az egy plusz jelzés. Talán felesleges? Igen, ugye azt mondtad, hogy te elég vizuális vagy, tehát vizuális szemléltetést használsz arra, hogy ezek itt vannak, és akkor majd foglalkozni kell vele. Viszont vizuális zajként vizuális zaj igazából, megmondom őszintén, azért, mert amikor dolgozol, akkor itt vannak előtted, és úgymond folyamatosan megzavarnak a munkában, hogy jaj, ezzel majd foglalkoznom kell, jaj, ezzel majd foglalkoznom kell, de hogyha te beírtad a naptáradba, és a naptáradat használod aktívan, mert használja Peti aktívan a naptárját, akkor az elég emlékeztetőnek kell, hogy legyen, és így, amikor dolgozol, akkor nem leszel folyamatosan megzavarva a vizuális zaj kártyáiddal. Megállítom egy kicsit azt, amiről beszélgettünk, mert most választjuk ki azt, hogy milyen dobozok legyenek a polcokon. És találtam egy ilyet, ami nagyon jó rendszerező a sok kis apróságnak, és ez pont belefér egy ilyesmi dobozba, amihez párosítható ilyen. Tehát ez nagyon jó. De találtunk egy másikat, amit itt egy modellbe is mutat. Ez, és ehhez is tárolható az. És akkor most ezt nézzük, hogy melyik lehet jobb. Majd meglátjátok, mi lett. A laptopodra vannak rakva képek, amik tök jól néznek ki, gondolom ezek a to-do listed betartoznak, hogy fel kell majd őket akasztani. Tehát akkor írd be a naptáradba, hogy ezeket felakasztod, ezeket valahova elhelyezed, mert itt vannak a... Nem döntöttem el, hogy hova rakjam, és ugye mivel ez egy bérelt iroda, ezért nem akartunk felakasztani semmit.
Tehát, hogyha ha nem akarod felakasztani, akkor viszont találj neki otthont, ahol ezeket tárolod. Lehet, hogy mondjuk akkor a raktárhelyiségbe kell eltárolni, de itt az íróasztalodon minél kevesebb olyan dolognak kell lenni, ami megzavar a munkában. És különböző apróságoknak pedig helyet kell találni, vagy például a Brody Studios kis kar, akármidnek. Ezeket pedig gyűjtöm, és el kell vinnem a gyűjtőhelyére, amit sose csinálok meg. Na látod, tehát akkor valószínű nem annyira prioritás számodra, hogy ezek oda kerüljenek. Akkor lehet, hogy például el kellene engedni ezeket ezt a hobbidat. Milyen tippjeid vannak, hogy miket, hogy csinálnak meg? Alapvetően el kell dönteni, hogy mi az, amire szükséged van itt az íróasztalodon. Oké. A monitoromra, a gépemre, az egeremre és a billentyűzetemre. És erre. Jó. Tehát ezekre van szükség. Akkor az összes többinek helyet kell találni. Ezeknek a dolgoknak például lehet venni egy kis kosarat, vagy magazintartót, vagy bármit, és az előszobába kirakni őket, és mindig, amikor van mondjuk egy postaköröd, és behozod a postát, akkor abba berakod. Ezeknek a kütyüknek, amik ugye a munkádhoz tartoznak, és egyéb kamera felszereléseknek, azoknak is helyet kell találni. Hogyha ez a hely például annyi, hogy veszel egy nagy tárolót ide is belerakod. Egy dobozt, amit így kihúzhatok? Aha. Attól függ, hogy miért szeretnél. Teljesen új szekrényt kellene benne, vagy egy filmmegoldásnak számít az, hogyha kis dobozokat veszel és a dobozokba belerakod ezeket a különböző dolgokat. Jól ülsz? Jól ülök. Három kérdést fogok feltenni Szandrának. Az első az maga a döntésére vonatkozik, hogy miért jött maga a kívülbelül boldogságnak az ötlete, hogy mi volt az a belső késztetésed, ami miatt rendszerezni kezdtél a te életedbe, és hogy másoknak is segíts. Én ugye, vagy oda beszélek, vagy ide beszélek? Ahova szeretné oda beszélni. A nézők jobban szeretik, hogyha nem rátok nézünk, ugye? Szavazzatok, hogy hova nézzen Szandra. Két dolog közül kell válaszolnom. A munkahelyemen nem nagyon tudtam rendszert teremteni, hogy jobban érezzem magamat, és ezért választottam azt, hogy az otthonomat rendszerezem, és az otthonomat kialakítom úgy, hogyha otthon vagyok, akkor jól érezzem magamat. És ez annyira megtetszett, és annyira magával ragadott ez az egész, hogy elkezdtem ugye másoknak is mutogatni azt, hogy mennyi változás történt. Két év alatt mennyi cucctól szabadultam meg, annak ellenére, hogy előtte bőröndből éltünk, több mint 15 nagy kukászsáknyi cuccot igazából kidobtam, mert az effektív az nem volt semmi, nem adhattam el, nem volt semmi olyan dolog, az effektíve rozsdás és használhatatlan dolog volt, tehát az kuka volt. Két év alatt 15 nagy kukászsák. És úgy döntöttem, hogy ezzel fogok tudni úgy foglalkozni, hogy igazán tudjak segíteni másokon, és azonnali változás legyen mások életében, mert ez nagyon sokat számított nekem, hogyha valamivel szeretnék foglalkozni, akkor legyen egy pozitív feedback, és történjen változás. És ehhez nagyon sok szabályt kellett kialakítani, nem csak a te életedben, hanem ugye a férjeddel együtt. Erről már beszélgettünk, és nekem megtetszettek. Három szabály volt, amit úgy kiemeltem, ami a rutinjaidhoz is kapcsolódik. Mesélj picit ezek, hogy hogy osztjátok fel a dolgokat, és ez miért fontos? Nem, nagyon fontos volt az, hogy egy olyan partner találjak, aki tényleg partner, legyen egy oda-vissza segítség. És az én férjem is egy olyan ember, aki 100%-ban benne van az életünkben, nem csak pénzkeresés tekintetében, hanem otthon a háztartási feladatokban is. Szeretnénk kimozdulni, ezért kitaláltuk azt a szabályt, amit megpróbálunk legtöbb héten betartani. Természetesen vannak olyan hetek, amikor nem sikerül, de hogy maximum kétszer menjünk el egy héten fejenként az ismerősökkel, vagy például rendezvényekre. Aztán a másik dolog pedig megpróbáltuk megtalálni azokat a feladatokat, a háztartási feladatokat, amiket fel tudunk osztani. Ilyen például a legjobb példa, ugye a mosogatógép bepakolása. A férjem szeret bepakolni, ő este bepakol, ugye mielőtt elmegyünk lefeküdni, berakja egy éjszakai módba, és minden nap megtelik nálunk a mosogatógép. Én pedig, amikor felkelek, akkor a reggeli rutinom része az, hogy kipakoljak a mosogatógépből. Kitaláltuk azt, hogy a férjem szeret úgyis korán bemenni, úgyhogy ő hétre jár dolgozni, hogy fél ötkor fel tudja venni a kisfiunkat a bölcsibe. Tehát én viszem, és ő hozza. Semmi tetted ugye, hogy mennyire szereted a munkádat, és úgy döntöttél meg az
indexed át, szabadnak kell lenned, hogy milyen érzés volt elkezdeni, és milyen nehézségeken mentél keresztül, mint kezdő vállalkozó? Rengeteg olyan embert ismerek, aki vállalkozik családból is, ugye apukám is vállalkozik, tehát mondhatjuk sőt, azt... mi is itt találkoztunk, a mentorség programba jelentkezett a Szandra, és onnan ismerjük egymást. Igen, és mondhatjuk azt, hogy vállalkozónak születtem, de természetesen én is hiszek abban, hogy inkább a vállalkozók azok... Nem születnek, hanem azzá vannak. Igen, igen, inkább ez, de mégis a gének is benne vannak ebben az egészben. De mégis az volt, hogy tudtam, hogy vállalkozni szeretnék, de nem volt ötletem. Vagyis hát mindig voltak ötleteim, de azt a harmadik nap IPO-ra vittem, és a negyedik nap már nem érdekeltek. És ez az egyetlen olyan ötlet volt, ami megmaradt. Meg akartam valósítani, és úgy voltam vele, hogy ki más higgyen bennem, mint én magam, és mikor máskor csináljam, mint most. Nagyon nehéz volt elindulni nulla büdzséből, és felépíteni valamit. És akkor elkezdtem egy weboldallal, és nagyon sokat segített például a Lean Startup Methodology olyan szempontból, hogy csak kezdelést csináld, és hiába nem tudtam az elején, hogy hogyan kell például egy retargeting kampányt megcsinálni, de megismertem olyanokat, akik segítenek ebben. És szépen apránként felszedegettem a dolgokat, hogy és meghoztad azt az áldozatot, amit nagyon sokan nem hoznak meg, hogy egy olyan szabad életet tudjál élni, amit nagyon kevesen tudnak. Én ezzel a gondolattal búcsúzok el tőletek. Mindenféleképpen nézzétek meg Szandrának az oldalát és a videóit is, de nehogy a nevére keressetek, mert kívül-belül boldogság, csak ezt szabad beírni, de mivel tudom, hogy mindenki lista, illetve magamból indulok ki, ide rakom valahol, majd megjelenik a kis buborék, lehet, hogy a fejünkre rárakjuk a buborékokat, és akkor meg lehet nézni. Illetve most átmegyünk a konyha részre, ugyanis készült Szandrához is egy videó arról, hogy hogyan lehet 10-15 perc alatt csodát tenni egy nagyon nem karban tartott és rendszerezetlen konyhával vagy illetve bárhol, azt is nézzétek meg, a következőben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!